Az erdélyi főnemesség hányatott sorsáról és jelenlegi zajló küzdelmeiről lesz szó Margitai Gáborra, íróval, újságíróval, aki eljött hozzánk az Afányba. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, én csodálatos. Ezekről a családokról írtál könyvet, illetve hát az ő leszármazottaikról, akik próbálják visszaperelni több-kevesebb sikerrel a román államtól ezeket a kastélyokat. Itt hát majd te elmondod, hogy pontosan mely családokról van szó, de nyilván a Betlenék, a Bánfiék, a Porék, és még lehetne sorolni. Illetve itt van a könyv nálata, ezt majd megmutatom egy pillanatra, miközben akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a kastélyügyek hogy állnak most, hány családnak sikerült valamit elérni a román államnál. Itt olyan családokról van szó, akik a magyar történelmet alakították, tehát az Aporokról, Mikesekről, akiket te is felsoroltál, Bánfiakról, és ez egy befejezhetetlen történet, mert napjainkban is zajlanak azok a perek, amelyek valóban festői romantikus kastélyok visszaperlését szolgálják, de nem csak kastélyokat és nem csak arisztokratákra vonatkozik, hiszen rengeteg embertől rengeteg mindent elvettek Erdélyben. Az én könyvem elsősorban a főnemességről szól, akik akár Nyugat-Európából megpróbálnak visszatelepedni, de vannak azok olyan emberek is, akik átvészelték a vészkorszakot Erdélyben maradva, pincelakásokban élve, dögtelepeken dolgozva, virágot árulva kapuajakban, akár a saját régi birtokaikkal szemben, tehát elképesztő történeteket tudtunk kinyomozni, és a többes szám pedig azért indokolt, mert ezt a könyvet ketten készítettük feleségemmel, Major Anitával, ketten jártuk végig ezeket az utakat, és hallgattuk végig ezeket a sorsokat. Akkor ez egy közös döntés volt, vagy a te döntésed volt, hogy elkezdesz ezzel a témával foglalkozni, mert hogy az utat akkor már közösen tettétek meg. Ez mikor jött, horgat fel benned ez az ötlet, hogy akkor hát, ezt meg kéne fogalmazni? Mi ezt egyetemista korunk óta műveljük, tehát Erdélyben utazunk, a kezdetekben autóstoppal, vonaton, tehát akár lovasszánon is, olyan eszközökön, favágókkal utaztunk, ahol megtanultuk azt, hogy mindenkinek a története számít. Tehát olyan emberi történeteket hallgattunk meg, tényleg a legegyszerűbb fölművestől a főnemesig, amely egész Erdélynek a történetét megmutatta. Tehát ez nem egy elvont sztori, nem egy történelemkönyvnek a lapjairól kívánkozó valami, hanem olyan történetek, amelyeket átélt valaki, végigszenvedte a 20. századot, és talpon tudott maradni. Tehát ezek hős történetek, és ezekre való rácsodálkozás lett ezeknek az utaknak az eredményük. Akkor hogy kell elképzelni ezt a gyűjtőmunkát, hogy rengetegszer mentetek ki Erdélybe, ott töltöttetek több-kevesebb időt, fotókat készítettetek, ahogy említetted, beszélgettetek mindenkivel, aki csak érdemben hozzászólhatott ez a témához, és akkor végén összeállt ez a nagy anyag. Gondolom ennél sokkal több, amiből szelektáltatok? Így van, hát ez részben újságírói munka, részben utazói, expedíciós munka, tehát kezdve attól, hogy négy kézláb kell mondjuk egy romos kastélynak, egy térdigérő kastélynak a helyszínét bejárni, és a bozótot szétvágva azokat a helyszínt, akár egy főnemesi sírkertet, amelyet mondjuk leromboltak, vagy beovakodni egy olyan kriptába, amelyet meggyaláztak, de nem csak ennyire szomorú történetekről van szó, hanem Erdélyt be kell járni gyalog, autóval, mindenféle eszközzel, és meg kell szólítani azokat az embereket, akik egyébként nem beszélnek, vagy nagyon nehezen beszélnek mindazokról, amiket ők átéltek. Személy szerint neked melyik sztori ugrik be legelőször, amiért kedves vagy izgalmas volt, vagy szívszorító volt, ami azonnal ebből az nagy Erdély utazásból neked? Hát ezek a túlélés hős története, és mindig azok a történetek jutnak eszembe, amikor mondjuk ezeket az egykori hatalmas birtokokkal és kastélyokkal rendelkező főnemeseket pinceódukba kényszerítették. Ez 1949-ben egy éjszakán történt meg, és például a Mikesek egy kolozsvári 10 négyzetméteren egy valóságos kastélyt rendeztek be, megvolt a szalon, megvoltak azok a helységek 10 négyzetméteren, és egy nagy létszámú család számára, amely mondjuk egy nagy kastélyban is. Tehát tartották nem a látszatát, hanem a szellemiségét annak a főúri életmódnak, amelyet megpróbáltak elvenni tőlük. Szóval még abban a nyomorban is, amivel taszították őket, azokat a tradíciókat próbálták követni. Nyilván hát ez is a sajátja ennek a fajta társadalmi rétegnek. És hogyha mondjuk a kastélyok esetében mégiscsak erről szól a könyv, sikerül valakinek visszaszerezni, akkor azért feltétlenül olyan állapotban van, hogy az rengeteg energia és pénz kell, hogy újra régi fényében pompázzon. Változó, van olyan kastély, amelyet éppen az a település, annak a településnek a lakói loptak szét, amelyet korábban támogatott ez a főúri család, de vannak olyan, amelyek korábban kórházként, elmegyógyintézetként üzemeltek, és ezek viszonylag elfogadható állapotban vannak, de azt kell látni, hogyha mondjuk egy család, egy elszegényített család visszakap egy kastélyt, akkor ott rögtön 300-400 részkilincsel találja szembe magát, és karbantartási gondokkal. Tehát egy ilyen kastélyt fönntartani a hozzájuk tartozó területek nélkül nagyon nehéz, és hát a román állam arra törekszik, hogy területeket ne adjon vissza, csak mondjuk a kastélyt, igen.
Hát köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál, és hogy elhoztad nekünk a könyvet. Köszönöm szépen én.